Jótékonysági koncertet és egészségnapot is szervezett a hét második felére a Kecskeméti Szent László Lions Club. A célkitűzésekről és a legfontosabb információkról Harsányi Zsuzsannával, a Kecskeméti Szent László Lions Club elnökével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Beszéljünk először a jótékonysági koncertről. Mikor lesz és ki lesz a fellépő? Pénteken este a Hírös Agórában lesz a jótékonysági koncertünk, este 7 órai kezdettel, és a Csík zenekar lesz a fellépő. A koncertet összefogással hoztuk létre, ugyanis támogatták a céljainkat, nem csak a mi klubunk, hanem a Hírös Agóra, ő kedvezményesen adta nekünk a termet, és a zenekar több mint 1 millió forinttal hozzájárult ehhez, tehát annyival kevesebbért vállalta a fellépést. Mi a célkitűzése ennek a jótékonysági koncertnek? Hát úgy gondoltuk, hogy vannak a klubunknak támogatott szervezetei, akiket évek óta támogatunk, és őket ingyenesen látjuk vendégül erre a koncertre. Egy kis segítséget puskázok hozzá, hogy pontosan mondjam a nevüket. Úgyhogy meghívtuk a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun megyei egyesületének a tagjait, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának a gondozottait, és a Humárehab Kiemelten Közhasznú Egyesület Farkas Villa lakóotthonának a lakóit. Tehát őket abszolút a klubtagok állják a jegyeik árát, tehát őket ingyenesen látjuk vendégül, illetőleg felajánlottuk a középiskoláknak, a középiskolás diákoknak mintegy 200-250 jegyet, hogy féláron nézhessék meg ezt a koncertet. Úgy gondoljuk, hogy a magyar népzene az fontos lenne, hogy prioritás legyen a középiskolások életében is. Kiket támogat elsősorban a Lions Club? Hát mindenféle területen van támogatottságunk, tehát mindenféle embereket támogatunk. A mi klubunk elsősorban a vakok és gyengénlátókat, az értelmi sérüléssel élőket, de a világszervezet és más klubok a diabétesszel küzdőket ugyanúgy segítik, és persze a környezetvédelem ugyanígy ide tartozik, hiszen például a japán cseresznyefákat mi ültettük, vagy az érzékelések kertjét is mi hoztuk létre, tehát elég széles körű ez a terület. Egyébként a koncert létrehozásában még a Turinform is segített nekünk, hiszen ott lehet megvásárolni a jegyeket, még most holnap után, illetőleg majd az előadás kezdete előtt egy fél órával a helyszínen is. Mire fordítják még majd az összeget? Elhangzott az érzékelések kertje. Így van. Tehát az érzékelések kertjét ezelőtt egy 3 évvel álmodtuk meg, és egy másik koncerttel kezdődött az egész, egy Zorán koncerttel. A Zorán koncertnek a bevételét fordítottuk elsősorban erre a kertre, illetőleg hát nyilván pályázatokból nyertünk még hozzá pénzt, és 2 évvel ezelőtt tudtuk átadni a városnak. Ez a Rákóczi iskola előtt van ez a park. Azért érzékelések kertje, mert elsősorban vakok és gyengéllátók részére hoztuk létre, illetőleg kisgyermekes családok részére, hogy a gyermekek megtapasztalhassák a különböző érzékszerveiket, mert a kertben mindenféle mást a látás mellett, mindenféle más érzékszervet is próbálunk megmozgatni. Tehát a hangokat, az illatokat, van benne egy illatösvény, egy mezitlábas ösvény, illetőleg olyan eszközök, olyan plasztikák, amik megszólaltathatók. És ennek a kertnek a további szépítésére, újabb növények ültetésére szeretnénk még a mostani koncert bevételét is fordítani. A hétvége másik nagy programja az egészségnap. Ez pontosan hol is lesz? Az egészségnapunk a Malomüzletközpontban lesz, ez egy összefogásból létrejött rendezvény. Kecskeméten ugyanis 3 Lions Club van. Az első Kecskeméti Lions Club a miénk, a Kecskeméti Szent László Lions Club és a Digital Lions Club. Ezen a napon az országban levő 44 Lions Club egyszerre végez ingyenes egészségügyi szűrést. És ehhez a programhoz csatlakoztunk. Volt már ilyen máskor is, akkor a Szilkó Üzletközpontban csináltunk egy ilyen rendezvényt, most pedig a Malomban szeretnénk. Azzal kezdenénk az egészet, hogy egy sétára hívjuk a kedves kecskeméti lakosságot. Lufikkal a Rákóczi út közepétől, a Kelemen László Színháztól indulva a Malomig sétálnánk el.
erre is több szervezetet meghívtunk. Itt is a Vakok és Gyengéllátók Szövetségét, illetőleg a hozzájuk tartozó vakvezető kutyásokat, illetőleg a kiképzőiket, aztán az értelmi sérüléssel élőket, ők is részt fognak venni ezen a sétán, és akkor még a Hova Várt kutyákkal foglalkozó, terápiás kutyákkal foglalkozó egyesület tagjai is ott lesznek, és bárkit szívesen látunk, aki sétálna velünk egy fél órácskát a Rákóczi út közepétől a Malomig, ahova 9:45-re szeretnénk megérkezni, és ott egy, most már nem is annyira meglepetés, egy flashmobbal várjuk a kedves látogatókat. Az Embodon Bál Zeneiskola fúvós zenekara fog egy 10-15 percet muzsikálni nekünk, majd elkezdődik a szűrővizsgálat. A három klub különböző területen végzi a szűrővizsgálatokat. Mi a éleslátás vizsgálatot, tehát a szemvizsgálatot fogjuk végezni a Vision Express segítségével. Az ő üzletükbe fog történni maga a vizsgálat. Ővelük egyébként a Lions Szövetségnek szerződése van az egész ország összes Vision Express-ébe, hogyha valaki szemüveget csináltat, akkor annak a fizetésének egy része a mi jótékonysági céljainkra megy, és most teljes szélességgel mellénk álltak, és ők végzik ezeket az ingyenes látásvizsgálatokat. Az első Kecskeméti Lions Clubban pedig elég sok orvos van, úgyhogy ők vércukormérést, vérnyomásmérést végeznek, és diabetes tanácsadást, kérdőív kitöltését arra vonatkozólag, hogy kinek milyen esélye van arra, hogy esetleg ilyen betegsége legyen. A harmadik Lions Club pedig a Digital Lions Club. Ők egy kérdőívvel szeretnék felmérni azt, hogy ki mennyire kötődik a mobiltelefonjához. Úgy tudom, hogy éppen tegnap voltak a kiemelőbe itt önöknél, és pontosan erre felhívták a figyelmet, hogy a digitális függőség az nagyon komoly probléma. És nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is. Így van. És ez az egész szűrő program, ez 10 és 12 óra között lesz a Malom Üzlet Központban. A séta mikor kezdődik? 9:45-kor kezdünk gyülekezni. Gondolom olyan 9:30 és 9:30 között indulunk, és akkor 3:45-re érkezünk a Malomhoz. Milyen feladatokat vállalt a Kecskeméti Szent László Lions Club, és mi kell ahhoz, hogy ezeket folytathassák? Most a legutóbbi program sorozatunk, így mondanám inkább, hogy sorozatunk, nyertünk egy pályázatot a Kecskeméten élő ukrán menekült gyermekeknek a támogatására. Ebből most már 3 programon túl vagyunk, és most jövő héten, május 4-én lesz a következő. 3 területen nyertünk pályázatot. A második Rákóczi Ferenc általános iskolába tanuló ukrán nyelvű, tehát kifejezetten a háborús területről ide menekült gyerekeket támogatjuk. Egyrészt a családjukat tartós élelmiszerrel, tisztasági csomagokkal 3 hónapon keresztül. Ennek a második etapja fog most bekövetkezni májusba. Ezen kívül sportruházatot vásároltunk nekik, mindegyik gyereknek a saját méretére sportcipőket, melegítőket, pulóvereket, sportpólókat, nadrágokat. És a legutolsó, pedig a legutóbbi ilyen akciónk az laptopok átadása volt, ugyanis az iskolának minden év folyamában egy-egy laptopot tudtunk adni, hogy a gyerekek az órákon, a tanórákon fordító programokkal tudjanak bekapcsolódni az óra menetébe. Nagyon nehéz dolguk van, ugyanis nem beszélik a nyelvet, és ugyanakkor minden tantárból jegyet kell nekik most már az idén kapni, ahhoz, hogy ne veszítsenek évet. Aki szeretné támogatni a Szent László Lions Club munkáját, hogyan teheti ezt meg? Hát egyrészt nagyon nagy szeretettel várjuk önöket a mostani szűrővizsgálatunkra, ott lesz kihelyezve egy adománydoboz, abba is tehetnek adományokat. A honlapunkon fönt van a számlaszámunk, hogyha az önkéntesként részt vesznek a rendezvényeinken, azt is nagyon szívesen vesszük. Nagyon sok rendezvényünk van a honlapunkon, hogyha beütik, hogy Kecskeméti Szent László Lions Club, akkor lehet látni, hogy mi mindent csinálunk, teljesen napra kész a honlapunk.
Illetve hát a kellemeset a hasznossal összeköthetik, hogyha ellátogatnak pénteken este a Híres Agórába, a Csíkzenekar és a Lions Club jótékonysági koncertjére. Igen, mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást.